Üdvözlöm Önöket! Közeledik a gépjármű adó második részletének befizetési határideje, ami szeptember 15-e. A banki átutalás és a csekkes befizetés mellett idén debütál egy újdonság. A NAV mobil applikáción belül elérhető a gépjármű adó ikonja, amin keresztül néhány koppintással befizethetik adójukat. Ez a lehetőség jóval egyszerűbb és mobilabb megoldást kínál, mint az eddig megszokott fizetési lehetőségek. Hogyha applikáción keresztül fizetnék be gépjárműadójukat, akkor első körben nem kell más tenniük, mint a mobiljuk áruházából letölteni a NAV mobil applikációt. Miután letöltötték az alkalmazást, nyissák meg azt. A gépjárműadó menüpontra koppintás után megjelenik az ügyfélkapus azonosítási felület. A felhasználónév és a jelszó beírásával láthatóvá válnak a gépjármű adóval kapcsolatos befizetési adatok. Az adózó neve, a fizetési határidő és a fizetendő összeg. Ha korábban nem fizette be az esedékes gépjármű adóját, akkor ez az összeg már az elmaradást is tartalmazza. A fizetést választva a rendszer átirányít a banki felületre, ahol az ott kért adatok megadása után nincs más hátra, mint befizetni a gépjármű adót. Miután megérkezik a visszajelzés a sikeres tranzakcióról, a rendben gomb érintésével az alkalmazás vissza-vissza főmenübe. Ha ellenőrizni szeretnék a befizetést, nyomják meg újra a gépjárműadó ikont. Ha sikeres volt a tranzakció, az önnek nincs fizetési kötelezettsége üzenetet olvashatják. Lényeges elem a befizetésben, hogy nem a NAV kéri, önök pedig nem a NAV-nak adják meg bankkártyájuk adatait, hanem a banki felületre töltik fel azt. Ugyanúgy, mintha például egy színházjegyet vennének. Reméljük tudtunk segíteni abban, hogy egyszerűen rendezhessék gépjárműadó befizetésüket. Viszontlátásra!